Tiszteletem, hölgyek, urak! Újra jelentkezünk. Mégpedig két szép szelet. Hallal. És ezt azonnal, ugye enyhén, mert ebben benne van minden, gyerekek, ebben a fűszerbe. Csak így leszórjuk, só minden, ami kell. Tartalmazza. És már is. Rajta van a bőr, ami le van, tehát nincs pikkely, magyarul. Úgy gondolom, hogy megsütöm a bőrével együtt. Alright. És az érdekessége az lesz ennek a sütésnek, hogy van egy ilyen kis szerkezetem, és ebbe belehelyezzük a halacskát. Az egy darab hal szeletet egyelőre. Így, és már mehetünk is ki. Ugye? Mehetünk is ki. A grill elő van melegítve. De mielőtt ez megtörténik, nagyon gyorsan egy olyan 5 deka vajat. Ez 10 deka az egész. Egy 5 deka vajat ide teszek. Megmikrózom. 45 másodperc elég is volt. Fokhagyma apróra le van darabolva. És most megyünk ki. A gyerekek, éjjel-nappal esik eső. Az előbb is volt egy jókora. Éjszaka vihar. Halló Magyarországon is, nagy esőzések, árvíz, mind a flooring, az itt is szakadt nagyon. Na jó, a grillt már előtte beindítottam, méghozzá, oda néz, kicsaptak még a lángok is, azt majd ott le kell törölni, még jól nem olvadt meg a szúnyogháló. Szóval, fölmelegítsük, amennyire csak lehet, és nagyon gyorsan vagyunk készen, ha minden is. Jó, le van tisztítva a grill, gyerekek, ilyen egyszerű dolgunk lesz. Átsütjük, nem is tudom, hogy keresztbe rakjam, vagy talán. Így még nem sütöttem. Marha egyszerű, ugye? Ja, kész. Percekről van szó, hát majd figyelni kell, hogy teljesen süljön át, de nem szeretném kiszárítani. Kis fokhagymás vaj. Megfordítottam, gyerekek. Ez csak így finoman ám, mert ja. Ott már megfogta egy kicsit. Nagyon jó. Fölmelegszik, hiába van itt ez a fadarab, akkor is ugye átjön a meleg. Két órája? Oda nézze! Ja, azt mondta, előbb azt mondtad, ugye, hogy izéltél, kijöttél, hogy gazolsz egy kicsit. Ja. Az elkapott az eső. Hát most
Mert mi is úgy járunk, én is, illetve én is most. Nekiállok így grillezni, aztán eső lesz a vége. Remélem nem. Nem nagy a felhő. Ja. Egy percen belül a második. Süssem tovább. Nem nagyon mi. Mindjárt elkap az eső, úgy néz ki. Jaj, már megsül szépen. Itt van a esőnek a szele, gyerekek, lehet, hogy nem fogom tudni megsütni a másikat. Itt kint. Hát akkor majd bent sütöm meg. Másképp. Úgy döntöttem, hogy nem sütöm tovább. Most tettem föl már lefüggöm. Ez megsült. Gyere ide egy picit gyorsan. Nem akarom lerakni. Ezt tedd rá, oh. Ezt a halat. A lefele legyen a őszéje. Így? Aha. Nem fordítva kellett volna? Ez a fele itt? Úgy, ja, hogy a vastagabbik előre. Nekem mindegy. Ja, úgy. Így jobban rá fekszik. Kicsit húz, gyere erébb. Jó, oké. Jó, gyorsan, mert itt a vihar mindjárt. Megsült a másik szépen? Remélem. Kellene kihozni egy kést, megnézni. Szerint, vagy nem kell kés? Nem csinálod egy kicsit olyan ropogósabbra, hogy hát, nem tudom még. Ha ropogósra akarod, akkor száraz. Ajja, ne hozzak egy kést. De így megnéz oda. Így meg jó lesz. Szerintem. Megnézzük, jó? Ezt vedd el, nézzük meg. Na így vagyok. Hú, de jó. Ne jobban nem. Na. Egy percet sem sütöm tovább. Nem. Jó. Jó. Erre találva. Mi az? Mi a probléma? Az a csöpögős ízé, az tele van ott olaj, le kell kikelőszteni, mert földre is lecsöppen, majd holnap megcsinálom. Az a helyzet, hogy majd el kell húzni. Ugye milyen jó lett? Ja. Az Evergreen fűszerkeverék van rajta, semmi más. Fokhagyma vaj. Na, Fuxi, mi van? Kész halat? Majd bent. És vacsora idő van lassan. Igaz? What? Want? De jó volt. Jó. Gyerek. Nagyon szépen sűr. Még azért kell neki. Nem sok. A gyerekek, ennél jobban már nem kell. Az átsült. Ne zárjuk, és megyünk befele. Na, ez az. Szóval most már eshet, ahogy akar. Befele innen. Na, gyerekek, jó lesz ez így? Mit gondoltok?
az. Na, asztalhoz. Azt mondja, Évi, csináljam én. Gyönyörű? Uh-huh. Túl közel viszed, behomályosodik. Nem kell tudni közel tenni. Wow. Ez ilyenért is. Számolj, még szedünk. Na most ehhez. Hát ma ilyen köret lesz, ilyen csodáros brokkoli. Mind az egész. Évinek teszek bőven, mert szereti. Alright. Így átveszem, nem állítom meg. Koko lefele. Majd még lesz halsütés ezen a videón. Még. Ebből pedig majd, hát majd ilyen szendvics lesz. Természetesen nézd meg a közepét, hogy nézd oda, milyen még leve van. Tehát szerintem nagyon erőt találva. Most meglátjuk, hogy hogy néz ki ez így. Hát, hogy milyen szépen lejött a bőréről. Uh-huh. Nem kell itt nyúzni. Mm. Elég sós. Finom. Nem tettem rá túl sok fűszert. Nem is semmit. Mm. Nem kéne valami majonéz, vagy valami, semmi? Mm. Így. Ennyi az egész. Nagyon jó. Bár megnézem én is milyen. Mm. Most már így. Bent. Mm. Ez nem lazac, ugye? Nem. Ha? Mind de finom. Ez mi volt? Ez a pisztráng vagy? Pisztráng. Na, gyerekek, ez el van találva. Mm. Nagyon jó. Máskor is? Hát ha lesz, persze. Hmm? Ha lesz, persze. Jó, gyereket. Ennyi volt a munka utáni szombat esti videózás. Hát egy kis rövid videó volt ez a rész. Hmm. Valószínű, hogy hát ezt nem így rakom, hát túl rövid ez, mennyi 10 perc talán. És ezt nem teszem így fel, majd még ami jön hozzá. Hozzá teszik a sajttortát, vegyem? Na majd veszem egy picit. Azt mondja Évi, hogy mivel hogy nagyon kevés volt a kalóriabevitel, ezért be kell pótolja. Az biztos. Na, jó van, gyerekek, szép estét mindenkinek. Amit fogyasztunk. Egyelőre. Nem? Aztán majd valamivel folytatjuk. Nos, az igazság az, hogy én már felraktam, illetve összeraktam az első videót, és most még nem tudom, hogy ezt hozzá fogom még tenni, ezt a részt. Valószínű, hogy igen. Mégpedig azért, hogy úgy egyben legyen akkor az egész, nem külön videó lesz, hanem egy kicsit hosszabb lesz így, úgyhogy újra kell akkor ugye összefűzni mindent. Magyarul újra kell kezdenem azt a részt, amit már eddig láttatok. De nem baj, megcsinálom. Az történt ugyanis, hogy ez megmaradt, és hát már eltört pár nap, semmi baja. Egyébként hidegen volt, úgyhogy azt fogom, az a tervem legalábbis, hogy levesszük a bőrt az egészről. Jó. Oké. Jó, ezt eldobom. Igen. Megtörtént, és ezt a halacskát
így ahogy van. Ide beletesszük ebbe a tálba. És mondtam az előző, tudtam, hogy nem fog elfogyni. Mondtam az előző felvételekkor, emlékezzek rá, hogy megemlítettem, hogy majd szendvics, halas szendvicset készítek belőle. Úgyhogy összetöröm, nem muszáj nagyon apróra, de azért persze legyen összetörve rendesen. Ugyanis ma még nem reggeliztem, gyerekek. Megint szabadnapos vagyok, hála jó Istennek. Hosszú hetem volt. Jó, ennyire elég is lesz. És hát egy egyszerű ízesítést kap. Ugye önmagában már hát némi íz van, íz hatás. Ugye? Hát én gondolok egy kis ilyen kis vágott hagymát, egy keveset, így, Everglade. Egy kicsit hasonlít az olasz fűszerkeverékekhez. Tényleg csak egy keveset. Ebben van só. Az előzőekben ugye mutattam a befűszerezését, illetve lefűszerezését, és nem mondtam, hogy mi volt az, amit tettem rá, tehát megmutattam így utólag. Ez a Everglade Fish Chicken, ez volt rajta a halon. Jó, tehát rajta van ez a fűszer, kis vágott hagyma, aztán innentől hát fantáziádra van bízva, körülbelül mit akarsz. Én teszek egy kevés mustárt, egy pici kis szezámolajat. Nem kell sok, mert eléggé, hogy mondjam, karakteres az íze. Jó? És majonéz. Ugye ez hideg az egész. Valószínű, hogy ezt rá is teszem, ami ebben a kis üvegben van, az összest. Jó, egyszer. Őrölt fekete bors. Kaktuszdaszt. Ő azt mondja, hogy kaktuszpor. Hát ez egy kicsi ilyen, hát van benne némi füstölt aroma. Óvatosan vele. Jobban azt szeretném, hogy abból legyen. Jó. Itt a só a lényeg. Sóval vigyázunk, mert ezek eléggé sósak. És hát ez a ebből teszek ennyit, füstölt paprika. És én azt gondolom, így, várjál csak, igen, hogy hát majd citrom az jöhet később. Még egy pici fokhagyma. Ops, kamera, beütöttem ajtóba. Egy kevés fokhagyma port teszek. Nem a darabosból. Hát gyerekek, ez eléggé meg van fűszerezve, igaz? És egy kis puha vajat még hozzáteszünk. Összetörjük itt a krémeket, és már is keverem össze az egészet.
először ezzel a villával. Töröm. Igen. Illata az rendkívül jó. Jó, nagyjából össze van törve minden. Sajtfélét nem teszek bele, én azt hiszem. Hát egy ilyen halkrémet sikerült talán így, úgy gondolom, hogy jó lesz. Összehozzak. Na nézzük, miből élünk. Persze még ennek össze kell érnie majd. Nem hiszem, hogy ebbe bármit akarok még tenni, de nem. Még citromot sem, mert ugye rá volt nyomva. Jú, de jó lett. Egyre jobban ízlik, ahogy így előjött a utóíz. Nagyon jó. Ugye mit mondtam? Mondottam. Ma még nem reggeliztem semmit. Megpirítom. Szóval így átalakítottam egy kicsit a kaját. Bazsarikom. Tehát a halas szendvicsünk előállt, kérem. Ezt ugye mondanom sem kell, bátran ez csirkemellből, sőt maradék húsokból leaprítod, lepépesíted a húst, kikevered, ugyanígy megoldható, ugye? Na most itt rád van bízva, hogy mit raksz rá. Hát én szoktam így a szendvicsekbe tenni. Egyszer raktam bele, így a Elvini balóban nem szóltam az Évinek. Ugye? Azt a bazsalikom levelet, és azt mondta te, azt mondja, benne volt bazsalikom levél, ugye a szendvicsbe, de az olyan finom volt. Na most, mivel hogy itt van előkészítve nekem spenót, hát tegyünk bele spenótot is. Miért ne? Igaz? Nyugodtan. Spenót leveleket, párat. Hát azt nem mondom, hogy tegyél rá egy citromkarikát. Ezek már eléggé állottak. De semmi baja. Két nap eltől a gyerekek azóta. És én teszek bele még. Paradicsomot is. Jó. Véleményem szerint ez így tökéletes. Nem teszek rá sajtot, semmit. Úgyhogy megnézzük, milyen lett. Ugye én mindent vágok. Okát ismeritek, aki nem, hát az a baj, rájön. Ha, miért? Hát gyerekek, jól néz ki, jól, ugye? Szerint. Kedves egészségünkre! Ez a bazsalikommal, gyerekek!
Én nem is tettem ilyet. De tudom. Még ezt is megcsinálom aztán. Ez nekem így. Hiszitek, nem reggelire, bőven megfelelt, és elég is. Többit hűttem, letakarra lefedem, hűttem, és majd a holnapi Airbnb varókba, azokban lesz megcsinálva. Hát gyerekek, ennyi, és megeszem, és folytatom ugyancsak halsütéssel ezt a videót. Jó? Nos, még van két falat. Kell igyak kis valamit. Azt mondják, hogy az emésztés könnyítő ital. Ez koffeinmentes Diet Coke. És itt annyi változást csináltam, mindössze, hogy... Hát... Egy kis erőssel, ugye meg ízesítem. Illetve megkoronázom. Szóval, ma délelőtt nézegettem ilyen videókat egészségünkre. Hát ilyen németek mennek. Néztem jó pár német receptet, majd lesznek a jövőbe. Átjöttek Texasba. Német mester szakácsok, és akkor mentek be a éttermekbe, hamburger, stb. Azt mondják, hogy Texasban minden nagyobb. Aztán ott is bementek egy étterembe, és akkor szórják ott a marha, ott van egyébként marha jó a barbecue-juk, texasi barbecue-juk, barbecue szószok, egyébként nagyon titkolják, és ott is mondja, megszórja ugye a húst, a brisketet, bordát, minden, és akkor mondja, hogy mi ez, amivel megszórja, azt mondja, az titok. És a szósz, az is titok. Hát, öregem, akkor minek filmezitek? Hát, ha minden, én most képzeljétek el, hogy ezt ide raktam volna, és akkor így mutatok, mondjuk ezt így mutatom, így eltakarom, és csak ennyit láttok, így, ennyit, és megszórom. És akkor azt mondom nektek, hogy ez titok, ugye? Nem mondom meg, hogy mi az. Hát akkor... Mi értelme van a filmezésnek? Igaz? Már ennek a típusú filmezésnek, ha egyszer titokba akarom tartani. Egyébként voltak gyilkosságok, gyerekek, bűntények, óriási perek a barbecue szószok miatt. Higgyetek, ez igaz. Én, akit érdekel, nem akarom elmesélni, hogy mi hogyan, s mint. De ezek ilyen családi titkok, és volt, aki kikotyogta. Milliókat lehet veszíteni, ha valakinek a receptjét, ami a sikeres receptjét, ugye ellopod, megszerzed, és te magad fogod előállítani, mint sajátot. Tönkre lehet tenni egy másik ember üzletét. Na most erre ők nagyon vigyáznak. Mint hogy a japánok is, aztán be is fejezem, mert itt túl sok lesz a duma, mondom már nagyon tudjátok. Valaki beírt, hogy túl meggyújtom, mint a rétest. Ah, sokan meg imádják, de azok vannak többen. És mint volt a japán kartkészítő, hogy ott nem mindegy, hogy amikor csinálják ugye a kardokat, és hát milyen módszerre, milyen a hőfok, milyen a hőfok a víznek, vagy az olajnak, amiben ugye edzik az acélt, meg mit tudom én mi. És ott is volt ilyen gyerekek, hogy bement a másik kartkészítő, nem engedik be egyébként. Magyarországon is voltam olyan üzemben, ahol nem engedtek be, ahol dolgoztak az emberek. Nem, hogy nehogy meglássák, hogy mit, hogyan készítenek. Méghozzá mi is volt az a fagyöngy, gyerekek, ami itt lóg nekem, annak a összekapcsolását.
az le volt védve. Ugye? Megmondom kivétele, Esztergomban a jó Dobronya. Ezt merem mondani, mert... És oda, ahol ezt gyártották, oda nem engedtek be senkit. Na most a japánoknál is ugye csinálták a kardokat sorba, mesterek, nem tudom hány hónapig tartott, mire egy kardot megcsinált, és bejött a másik, és csak így óvatosan úgy oda bele akarta tenni a kezét, ott volt egy hordó, és tudta, hogy abba hűtti majd le a vasat, vagy azt a fémet, és ahogy belerakta a kezét, a másik oda sohintott, és csuklóból levágta neki. Mert el akarta lopni a titkot. Ugye? Aztán ezt ilyen komolyan veszik. Na de hát azért, gyerekek, ha én főzős videót csinálok, akkor hát én megmutatom, hogy mit rakok bele. És ezáltal ugye ti is el tudjátok készíteni, mint hogy sokan most, elég sokan írtatok, utóbbi 4-5 napban, hogy elkészítettetek ételeket, és hát még idáig mindenki azt írta, hogy jó lett, meg íz lett. Hát egészségetekre, és köszönöm szépen, hogy megemlítitek, és örülök neki, hogy íz lett. Még egyszer mondom. Ez is jó. Kis tonhallal meg tudod csinálni. Halkonzervvel. Ugyanígy. Na, nem tudom. Volt még valahol. Na, itt van. Ezt ki nem állhatom, de főnyítom be a fantázia. Kikevered öregem, meg se, rá se ismert, hogy ugyanarról a halról van szó. Na, sokan panaszkodtak és tapasztalták azt, hogy a fagyasztott hal szétesik sütéskor. Nem esik szét, hogyha megcsinálod azt, amit én mondjuk. Próbáld ki. Itt van. Vágjuk el, jó? Itt tennél a résznél. Most. Az első, úgymond titok, hogy a halat, amikor kiolvasztottad, tehát nem rakod be a mikróba, nem rakod bele forró vízbe, hanem ugye ezek ilyen kis tasakokban vannak külön-külön, hideg vízbe tedd bele. Tálba, hideg vizet, és abba tedd bele a halat. És hagyd meg, hagyd benne, ez mi az itt? Tudom? Milyen zsíradék lehet? És hagyd benne a hideg vizes tálba, ugye tudjátok, mint amikor a virsli is van az a borítás, az acskó. Szóval ne vedd ki a halat az acskóba, hanem úgy, ahogy van, csak tedd bele, és várd meg, amíg teljesen kiolvad. És miután kiolvadt, mosd le, lemosod a hideg vízzel, lemosod a halat, és utána, ez már ki van ugye nyomkodva, ráteszed egy ilyen itatós jellegű valamire, kéztörlő, vagy bármi, vagy akár tiszta rongy, konyharuha, bármi, és rátetted, hát ebből már nem fog kijönni víz valószínű, semennyi, mert én már ezt megcsinál, és egy ilyen bátor tenyér rátétellel, ugye, és folyamatosan nyomod, azt nem mondom, hogy gyengéden, de nem azt sem, hogy kipréseled belőle a lelket, de még most is fog kijönni belőle valamennyi víz. Először rengeteg víz jön ki. Tehát itt érdemes ezt kipróbálni, javaslom, hogy ha fagyasztott halad van, ezt próbáld ki, mindegy milyen halról van szó. Hát mondom, én már ezt megcsináltam, és hát látod semmi, tulajdonképpen semmi nem jött ki. Még innen a tetejéről egy kicsi kijött, hát az már nagyon minimális mennyiség, itt is, látod. Egy nagyon pici maradt benne, semmi bajt nem csinálsz. Úgyhogy... Hát gyerekek, ezt tudom javasolni.
Többit már nem nagyon. Meg nyomjuk ki, igaz? Ha már elkezdtem az összest. A szárazabbik része. Azért jött még belőle, igaz? Jó, és még itt van ez. Így. Yes! És gyerekek, ez tök száraz. Oké? Nos. Sütéskor itt szét szokott jönni, ezért én megelőzöm. Azzal, hogy... De ha be van panírozva, akkor nem jön széje. De most én nem panírozok semmit, hanem csak így. Ilyen egyszerűen. Elvaglósan. Most a fűszerezése az roppant egyszerű lesz. Minél kevesebb fűszert használsz egyébként, annál jobb ezeknél a dolgoknál. Só. Oké. És bors. Kevés bors. És így legalább hal íze marad. Ugye? Hát még így is azért még lesz fűszer, mert ott van a fokhagyma. Egy pici kis vörös hagyma majd a végén. Majd mutatom, jó? Alright. Ennyi. De jó illata van. 2,5 deka, durva 3 deka vaj van már itt, felolvasztva. És körülbelül ugyanannyi olívaolajat, tehát felesbe. Oda tettem, jó közepes tűz. Itt nem teszünk rá semmilyen lisztet, semmit. Tehát felhevítjük, nem megégetni, meg tudod égetni az olajat, illetve a vajat, az olajat nem annyira, de azt is meg, ha nem figyelsz. Ugye, halsütésnél. Igen. Elkezdett enyhén, ugye egy kis barna szint felvenni a vaj. Semmi baj. Szép lassan ugye beletesszük a halacskákat, levesszük a hőfokot. A gyerekek, a tengeri halakat nagyon-nagyon rövid ideig sütjük. Japánok azok tulajdonképpen nyersen. Majdnem mindenféle halat megesznek. Nyersen. Náluk ez nagy divat, meg szokás, meg hát hagyomány. Ugye ők nyersre lesznek szinte mindent. Jó. Oké. Na most a timer az időzítés, hát ezért én kaptam egy ilyen szép ajándékot a húgomtól. Még nincs beüzemelve, hogy a jövőben ezt fogom használni időmérésre a főzéshez. Sőt, itt teszem hőfokot is tudok majd mérni. Úgyhogy ide teszem addig. Jó, hát nagyjából az 1 perc le is telt, és hát itt, ha megemeled a halat óvatosan, akkor körülbelül látni, hogy meddig sült át, igaz? Nézd, adalta, körülbelül feléig fölment. Ugye? Felment a feléig a kifehéredés, és hát ez azt jelenti, hogy meg lehet fordítani óvatosan. Hát az. Semmi nem esik széjjel.
Nem is tudom, néztem egy ilyen balatoni halas videót, most valami balatoni halat sütött az Ürge, szálkás hal, és hát 20 percig süti. Hát én nem tudom, melyik volt az a hal, magyar balatoni hal. Illetve nem. Állítólag balatoni halat nem lehet, ez igaz? Majd írjátok be. Valami ilyesmit olvastam, hogy a Balatonnál balatoni halat nem lehet kapni, vagy árusítani, vagy nem is tudom, hogy mi volt pontosan. De jó ég. Jó. Kevés fokhagymát. Így utólag. Egy-két helyre beteszünk. Még nyers, lehet látni, hogy meghúzod, akkor még nyers. Tehát, most jött meg a fokhagyma illat, jaj, de jó. Igen. Nem kell túl sok fokhagyma sem. Jó, nagyon jó. Most már vigyázni kell, ahogy forgatod, ugye ilyenkor már szét tud esni, de még nem jó. Még nem jó, mert látom a rózsaszint, mégpedig itt. Látod? Te is látod? Ott. Tehát még nincs átsülve. És mivel, hogy én nem nyersen akarom, viszont legyen átsüvedve, viszont nem lehet kiszállítani. Ezért tovább sütjük egy kicsit. Jó? Eddig jó. So far so good. Vörös hagyma. Ah, vörös hagyma, új hagyma. Jalapeño, paprika, apróra vágva. És a édes paprika szintén. Rákerült. Fordítunk. Hopp. Most már nézd oda, kicsit megfogta. Az a szín már elfogadható számomra. Ami ott van. Ott már szétjött. Úgyhogy mindjárt szedjük ki a halat. Lehet, hogy van, aki másképp csinálta volna a sorrendet. Jó van, gyerekek. Feszült pillanatok, jelenetek. Ez ugyanis készen van. Alright, nagyon jó. Mit a nagyon jó? Minden nagyon szép, hogy mondta? Mindenne meg vagyok elégedve. Ferenc József.
akkor hátulról megafriktolta a színész nő, barátnőjét, a lesötétedett szobába. Állítólag még a kard is az oldalán volt. Dugás közben. Ha! Még ilyet. Mondjuk az én sem értem, hogy egyes filmekben miért van a ürgéken napszemüveg. Szeretkezés közben, meg sapka. A nőkön meg hegyes sarkú cipő. Vagy van az a nagy csótány taposó cipő, az a óriási nagy cipők. Szóval, ezt egy kicsit fel... Ezt a dinsztelem így. Készítek. Egy ennyi. Kornstarch, kukorica keményítőt. Víz. És ez csomómentesre. Nagyon hamar feloldódik. Szétkeverjük. Alright. Bajam elolvadt. Tehát csinálunk egy ilyen kis fűszeres fokhagymás kis szószt. Jó? Víz. Még. Tehát egy olyan pohár víz, felerősítünk. És felforraljuk. Egy kevés sót teszünk csak. Fekete bors. Nagyon keveset. Gyorsan összevágunk egy kis zöldségzöldjét. Alright. Cornstarch. És kisejmesítjük, gyerekek, kicsit besűrűsödik. Aztán innentől tehetsz vele magadnak majd citromot, amit akarsz. Úgy érzem, hogy még kell bele egy kicsi. Igen. Le is kapcsolom. Na, kész. Nem kell, hogy túl sűrű legyen. Ha nagyon besűrűsödik, vizet bele. Vizet hozzá. És megoldottad a problémát, gyerekek. Ez szerintem így jó lesz. Alright.
Itt már nem főzzük, nem sütjük. Készen vagyunk. Véleményem szerint nagyon gusztusos. Úgy a színek. Az ízek, azok jó, ezt tudom, mert ezt csináltam. Ugyanezt megcsináltam már. Ugyanezzel a hallal, nem ugyanezzel, ezzel a típusú hallal, gyerekek, ez rizsre, bármire, csinálunk egy különleges köretet, jó? És megosztom veletek a köretnek a titkát is. Következő, tettem ide pár szeret kenyeret, és annyi tejet, amennyit feliszik. De még egy pici maradt ott, semmi gond vele. Jó. Van itt nekem, most lehet, hogy hülyén fogtok rám nézni, de hát ez a sertés sült, tehát valamilyen fűszert tegyetek rá. Én nekem ez volt itt az aljában egy pici, mondom, nem mondom fel mást, de gondolod, só, bors, mit tudom én, valamit találj ki, fokhagymapor, bármi, vagy csirkefűszerkeverék, mindegy. A lényeg, hogy valami legyen rajta, és kettő darab tojás, így. Kinyomkodás, és minden nélkül. Alright. És most fogjuk összetörni ezt az egészet. Így, ezzel a lével, mindennel együtt. Érdekes, ugye? Tehát ilyen híg valamit fogtok kapni. Jól össze kell gyúrni. Nem kell teljesen, tehát nem krémet csinálunk, ez megolvadt, képzeljétek, ez a tál odani. De nem lugadt ki, csak megolvadt. Oda raktam a tűzhelyre, a másikra, emitt téged, és megolvasztotta. Na, ennyi, látod? Tehát ilyen kis löttyös az egész. Ennyi, aztán mindjárt mutatom. Ráhúztam a lilahagymát, nem ment a kamera. Fokhagyma. Fontos egyébként, a fokhagyma nagyon fontos. Kapkodás. Már megint kapkodsz, János, már megint. És egy kicsit át. Pirítsuk a fokhagymát is. Na, már szeretnék leülni és csinálni a videót, úgyhogy egy kicsit most belehúztam. Meg van, le van főve a kávém is. Jó, hát egy-két percig ezt vigyázva persze, nem itt hagyni. Pillanat alatt meg tud égni. Most jött el az a barátságos pillanat. Akkor rátesszük a spenót urakat, amelyet én lecupkáztam, vagy mi, hogy mondjuk, leszárasztam, amennyire lehetett, és ez meg van mosva, ezt már a spenótot itt úgy veszed, hogy rá van írva, de valószínű, hogy igaz, mert még kozos fenótot nem vettünk soha. Tehát a lényeg, hogy most összezsugorítsuk a fenótot. Pillanat alatt ez megtörténik. Jó, és ezt a ketyvaszt, ide rátesszük. Meglepődtetek, ugye? És összefőzzük. Lehet rátenni szintén csak egy kevés kis fekete borsot.
más semmit. Jó? Gombolta. Benne van a fokhagyma. És nézzetek oda, hogy ahogy a tojás elkezd működni, ugye? A hő hatására ugye valamennyi vizet és hát folyadékot veszít, és szépen össze fog állni. Ezt a módszert, ezt Virginia Beach-en, még szegény Jancsi élt, kedves felesége mutatta nekem 2000 szilveszterén. Ott szilvesztereztünk Virginiába. Hosszú út volt, 16 óra vezetés, és pulykahús mellé ezt tálalt. Nézd vele, ez mi az Istenem. Gyerekek, ez olyan finom. Ezt is mindenképpen próbáljátok majd ki. Jó? Ezt. Jó van? Ígérjétek meg, hogy kipróbáljátok. Lezártam. És ami hő még van az edény aljában és a plattiban, az már bőven elég ahhoz, hogy ezt teljesen így készre meg lehet csinálni. Kicsit több tojás, ha teszel bele, töltelékként is jó, csirkébe, húsokba, több spenótot mondjuk. És kész, gyerekek, ez így ahogy van. Ez a köret lesz ehhez a halhoz. Kóstolgassuk? Nem kóstolgatunk. Most nem kóstolgat. Hát látjuk készen a dolgokat. Higgyezek, fogadjátok el, hogy jó. Ugye? A szava hihetőségem. Én vállalom érte a felelősséget. Ha azt a halat, meg ezt így elkészítitek, magyar szájízek is. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Hát, hogy milyen hosszú lett a videó, nem tudom. Megegészsetsz, még ma fölrakom. Jó? Kívánok jó egészséget mindenkinek. Jani bácsi voltam Floridából. Lezárva. Bye-bye.